Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő tagintézményének óvodásai nyitották meg a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitót. Kicsit több mint két hónapos bezárás után támogatás hiányában kikerült a Józsavárosi Fiókkönyvtár a Nyírségi Könyvtár Alapítvány gondozásából. Több mint 20 ezer kötetet mozgattunk meg, 8 mázsa könyvet jelent ez, melyet bedobozoltunk, kiválogattunk, kerültek be a központi könyvtárunk helyismereti gyűjteményébe is dokumentumok, mert azért természetesen leltünk érdekes és a gyűjteményünkbe illő kötetekre. A többsége az elkerült a hátrányos helyzetű szervezeteknek, illetve elszállítottuk, kiválogattuk, de körülbelül 1000 kötet visszakerül ide, az folyamatosan van, folyamatosan azon dolgoznak a feldolgozó kollégák, hogy azokat a köteteket ide visszajuttassuk, de a központi könyvtárunk állományából, illetve a többi fiókkönyvtáraink állományából osztottunk át több mint 5000 kötetet. A tér és az állomány is megújult. Dr. Kovács Ferenc mondandójában a könyvtárfiók közösségépítő erejét emelte ki. Én magam is tudom, hogy ez a könyvtárfiók több, mint egy könyvtárfiók, ez sokkal többet jelent itt a Józsavárosban. De hát az is önmagában nagyon nagy szó ma már, hogy olvasnak emberek, könyveket vesznek ki. Ez nekem, én is elolvasok minden hónapban egy könyvet. Ez nagyon-nagyon fontos. Fontos az internet is, de a könyvektől ne szakadjunk el, azt gondolom. De hát ez egy közösségi szintér is, ami túlmutat a könyvtári funkción. Én szombaton itt voltam, megnéztem, amikor volt a Józsavárosi napok, és hogy ez milyen közösségi tér, azt mutatja az, hogy ahányan itt vagyunk, meg amilyen összetételben, ugye itt van a könyvtár, a művelődési központ, a polgármesteri hivatal, a civil szervezetek, és hát azok, akik itt használni fogják, akik remélem örülnek annak, hogy a könyvtárfiók megmarad. Megtalálható a könyvtárban a klasszikus irodalom, a szép irodalom, a krimi és a romantikus kötetek is. Továbbá a legkisebbek örömére egy gyermeksarkot is kialakítottak. Amikor megtudtuk a hírét, hogy ez az alapítvány már nem kap további támogatást arra, hogy könyvtárként működjön, akkor ugye az önkormányzat azonnal közbelépett, és átvette a fiók átvette a működését a könyvtárnak, és így most már a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár fennhatósága alá tartozik, és innentől kezdve is tudjuk, és fontosnak tartjuk, hogy minőségi programokkal és a könyvtári szolgáltatással várja az ide érkezőket és az ide látogatókat. És az egyik legfontosabb alappillére ennek, hogy azért olyan fontos, mert hogy itt egy olyan közösség él, és egy olyan közösség lakik, olyan közösség látogat ide, akik számára nagyon fontos a kultúra. Számtalan civil szervezet és kör mozdul meg itt, például említhetném az irodalmi kört, akiknek nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösségi terük a művelődési házon kívül, a Józsavárosi Művelődési Házon kívül, ahova bejöhetnek kulturálódni, vagy pedig beszélgetni, esetleg a programjaikat megtartani, amellyel színesíteni tudják az itteni lakosoknak az életét és mindennapjait. Az átalakítás előtt 500 beiratkozója volt a könyvtárnak, de az elkövetkezendőkben ezt a számot szeretnék megháromszorozni. A könyvtár irodai szolgáltatásai továbbra is megmaradtak.